Február 1 -e a civilek napja Magyarországon. A civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte jobbá teheti az élet számos területét. Az emléknap alkalmából február 10-én díjakat adnak majd át. A korábbi évek hagyományainak megfelelően az idén is három személy kiemelkedő munkáját ismerik el. Jackovicsné Csomó Enikő, Rúzsa Zoltán és Dobsa István részesülnek majd az elismerésben, mondta el Kis András. Én azt gondolom, hogy három olyan személy, aki nagyon megérdemli, és aki példa lehet azon közösségi vezetők számára, akik szintén a helyi közösségeket szeretnék segíteni, és én biztatok mindenkit, hogy merjen 2025-ben és 26-ban is majd jelölni, hiszen ez egy hagyományteremtő szándékkal már évek óta lévő díjunk. A sajtótájékoztatón elhangzott, februárban tizedik alkalommal rendezik meg a civil véradást. Február 20-án Kisvárdán, 21-én Nyíregyházán, 22-én pedig Máté Szalkán várják majd a véradókat. A hónap végén lesz a Nemzeti Együttműködési Alap elektori választása. A civil szervezetek delegáltjai, az elektorok személyesen és levélben is leadhatják majd szavazataikat a tanács, illetve a kollégiumok 3-3 tagjára. Több mint 350 civil szervezet regisztrált. Ez azt mutatja, hogy ebben a megyében egy olyan erős Civil szektor működik, akik szeretnének beleszólni abba, hogy a civil világ, a Nemzeti Együttműködési Alap milyen irányba megy tovább, kik vannak a kuratóriumban, és ők ezáltal, hogy regisztráltak, levélben vagy személyesen mindenki, amit kiválasztott a regisztráció során, fog tudni szavazni. Az eseményekről és a tervezett programokról a szervezet internetes oldalán találnak bővebb információt az érdeklődők.